Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, nem máshol vagyunk, mint a trolibusz és autóbusz garázs előtt. Nem más apropóból, mert nyílt napot és szakmai napot tartanak. Mindenkit sok szeretettel látnak. Ott a digitális kijelzőn, ami még ilyen foxjam-es, régi foxjam kijelző lehet, mert ilyen lapokból van kiírva a felirat, láthatjátok, hogy 2023-04-29 trolli nyílt nap és szakmai nap. És akkor lássuk meg, hogy mik vannak a trollibusz garázsba kiállítva, amiket megnézhetünk. Azt láttam, hogy van nosztalgia trollizás. Pont most ment el a ZU trolli. Hát egyből itt van ez a legújabb generációs Solaris trolli, amit meg lehet tekinteni, a 8116-os. A legfrissebb példány szerintem a szólók közül. Így néz ki. A napi forgalomban is lehet velük találkozni. Itt is jó nagy barajtom, hogy Solaris vezetőfülke. Csak nem egy helyen volt. De, szia! És akkor így néz ki a belseje neki. Jó kis piros zelikás üléshúzat. Legújabb generációs jegylukasztók. És akkor így hátulról is digitális utastájékoztatás is van benne. Klíma is. 21. századi gyönyörű szép járgány, és itt áll a 9149-es csuklós verzió. Ő is jó magas pályaszámú. Nem tudom, hogy pontosan hány darab csuklós, illetve szóló Solaris trolibusz van, de már jó néhány van a magyar flottában. 604-jel nekem egyetlen izén volt. Sofőr. A helye, Pepitába, mint a szólóé. És így néz ki a belső, és megy a klíma is. Gyönyörű szépek ezek a járművek. Itt van a kis 60-as Ikarusznak a modellje. Úgy látom áthozták, azt hiszem ez Óbudán szokott lenni ez a kis modell. Gyerekek benn ülnek, tök jó pufa. Van ilyen toborzás is itt. És akkor járjuk körbe a garást. Vannak kiállítva trolibuszok, illetve autóbuszok, mert ez a garázs, ez a divízió, ez vegyes, mert van troli is, meg busz is. Itt van az első, második generációs csuklós troli is. Vaj, itt a Viola úr! Ali-ali! Ali-ali! Itt van a legújabb generációs, előtti, első darab. Itt van Attila is, Atis kapitány, iratkozzatok fel a csatornájára. Ő is gondolom tolja a videót. Be lehet ülni a fülkébe, de én nem fogok most beülni, annyira nem érdekel. A rámpa le van nyitva, de nézzétek meg, hogy muszáj hozzá a peron, mert így nagyon meredek, hát így nem lehet feljönni rá. Hát ennek így néz ki a utastere, Pepitába, mint a egyel újabbnak. Ugyanaz a elrendezés van, én szerintem túl sok mindent nem módosítottak benne. Gondolom hajtásláncilag van valami korszerűsítés, meg arculatilag korszerűbb a legújabb generációs
Solaris, így fest. Csuklós révén kettő darab digitális kijelző van, ebbe is van klíma. És itt állnak a NCZ-s Volvók, mint egy kerítésként, hogy ne lássunk a hátsó térhez. Nem tudom, hogy ezek napi forgalmi kocsik-e, vagy ezek már leállítottak. Itt van egy leállított troli is, 359-es MAN troli személyében. Meglessük neki is az utasterét. Így néz ki. A kedvenc videóban az, amikor kivoltazó a vízod a asztalkára. Így néz ki a sofőrülés. Mancika. Öreg manci. Ezek tűzoltásnak érkeztek a 2000-es évek elején. Trolibusz hiány volt. És akkor tizenpár darab érkezett belőle. Németországban, ha jól tudom. És idén vonták ki őket a napi forgalomból. Láthatjátok, hogy ez egy olyan megoldású ez a troli, hogy az eleje az alacsony padlós, de a hármas és négyes ajtónál már lépcső van. Szóval ez ilyen felemás egy kicsit. Nem nagyon utazgattam én ezekkel, meg kiesett nekem, de így a nyílt nap alkalmából megörökítem nektek, meg magamnak. 8000-es Solo Solaris, ez is második generációs első példány belőle. Lessük meg a utasterét. Bocsánat. Nem. Így néz ki a utastere. Itt van az első generációs Solaris trolliból is kiállítva egy darab, a 609-es pályaszám. Ők már jó 2005 óta, 2006 óta róják Budapest útjait. Ezek eredetileg piros szürkék voltak, de megkapták már ezt az új arculatot, teli pirosat, de láthatjátok, hogy a kapaszkodója az még az eredeti zöld, de az ülések is már átlettek húzva. Ezek is megkapták ezt a piros zelikát. Sziasztok! És itt van neki a utastere. Azért ez jóval egyszerűbb, mint a újabb generációsok. És itt van egy Icarus 435T Kipe elektronikás. Őt is idén vonták ki a napi forgalomból. Készült róla videó is a búcsúztatásáról. Hát, lássuk meg őt is. Máriusz, hol lettél? Máriusz! Néz ki az utastere. Ez zöld kapaszkodós, de ezek eredetileg citromsága kapaszkodósok voltak. És ezek is megkapták az új Zelika üléshozatot. Jó kis retro, egy lukasztó. És itt van a legszebb Icarus 280T, ami napi forgalomban még közlekedik. 229-es, gyönyörű szép Icarus Guns, GVM. Gyönyörű szép. Nagyon szép. Na, gyertek, lessük meg a GVM-t. Köszönöm szépen, szia-szia! Szia-szia! Kem, láttam a videódat! Nem jobb kézzel kell kezdetni? Ja, láttam a videódat, kem! Köszönöm szépen! Sziasztok! Nem baj, ha velem már? Nem te! Bocsi, így néz ki a utasterem GVM-nak. Gyönyörű szép.
Na és itt van a Icarus 411T is. Belőle csak ez az egyetlen egy darab van. Egyke. Egy jó 3-4 éve megkapta ezt az arculatot, mert még a kezdetek kezdetén így közlekedett Budapesten. Akkor ez fényezve volt, de a mai nap ez ilyen dekorfóliával került rá. Jó kis szekér. Az utastere neki, kis ablakos, nem úgy, mint a 412-esek. Ez elég a húzatos. És itt van egy gyönyörű szép Icarus 280T, 100-as pályaszámú, Trilex-vel is, és ha jól tudom, akkor ezek ZU hajtásúak voltak még, nem gazmávak. Gyönyörű szépen fel van újítva. Mindjárt a hátsó ajtón majd fel is szállunk, aztán végignézzük a utasterét is. Szépen meg van csinálva ez a troli, nem tudom, hogy ilyen nosztalgiába fog-e közlekedni, de hát itt ki van állítva, így néz ki. Esőben, hozva, festeni, szerelni, meg hasonló. Így néz ki a vezetőállása. Itt van a 260T, 600-as persze, belőle is csak ez az egy darab volt. Még annak idején ilyen sárga-fehér volt, de legtöbbet piros-szürke flotta színben rótta a budapesti utakat annak idején. Nagyon szépen fel van ez is újítva, meg van őrizve utókornak. Ez a régi műszerfal van neki, azt a mindenit. Na és itt van egy ZU is kiállítva, 927-es pályaszámú. Meg lehet utazni is ZU-val. Ez az a ZU, aminek tátrajtajai vannak. Le vannak festve a alsó ablakok. Ez is szokott nosztalgiába futni. Így néz ki a utasterhez. Sziasztok! Icarus 60T gyönyörű pótkocsival. Jó kis munkagép. 260-asból átmókolva. Itt van a Icarus 412T is, 700-as az első darab belőle, gyönyörű szép, piros, flotta színben pompázik már. És itt van egy... Ez 280T, sima, ez is meg van őrizve, régi lógós, bolygóajtós. Csőfeln is. És így néz ki itt a tér. Van egy kis food truckos rész. Lehet kajcsizni. Ott vannak a nagysegélyes gépek is. Felsősök. Itt egy Volvo kiállítva. És itt vannak szépen sorjába kiállítva különböző nosztalgia járművek is, troli, illetve
busz, és természetesen munkagép is van, üzemzórelhárítás. Itt van a 60-as hagyományos buszba is, gyönyörű szép, pótkocsival, és van itt kiállítva Ikarus 55-ös, malévos, gyönyörű szép darab az is, a 311-es, borsodos is, van itt minden miszemszájnak ingere. Itt a gyrosz is, gyönyörű, BPO 449, itt van egy Ikarus 263-as is, itt van a felújított 211-es is. Ez egy nagyon korai darab, nézzétek meg, hogy a homlokfalat teljesen eltér a Szíria gyártástól. Gyönyörű szép. Szevasztok! Körbe kamerákolom. Somlóvolános, 266. Cabrio is itt van, 620-as. Gyönyörű felhozata, le a kalappal. Itt van a telep csacsia, ez is nyíl fényezésben. Ez is nyíl 019. És nézzétek, nincs kolbászból a kerítés? Hát itt buszból van a kerítés. Gyönyörű autóbuszok vannak kiállítva, illetve trolibuszok itt a nyílt napon. Érdemes kilátogatni, ha jól tudom, akkor 4-ig van az esemény, 4-ig tart. Egy 250-es, megkülönböztető jelzésű. Itt van a Borsod-Volános 256-os talán, amit még a közlekedési múzeumban tavaly tologattunk, mert akkor csontra szét volt szedve, még motor se volt benne, váltó se semmi. És nézzétek meg, hogy milyen szépen felújították. Gyönyörű szép. Tehát ez a közlekedési múzeumnak a busza, ha jól tudom. Ez is közlekedési múzeumos, a 311-es. Gyönyörű. És ott van a malévos 55-ös is. Itt van ez az amerikai licenszes troli is. Ő is a közlekedési múzeumban volt kiállítva, mármint az időszakos kiállításán. Az északi járműjavítóban, ahol tavaly volt vasútmodell kiállításunk is. Hát így néz ki. Brutális. Milyen széles. MTB 82-es. Iszonyat. Na nézzünk körbe még. Ott van a dupla csuklós Van Hool is. A játszóház. Jó sokan kilátogattak, rengeteg néző volt, aki felismert, kicsit zavarba is voltam emiatt, vagy vagyok. Nem vagyok én ezt hozzászokva, hogy felismergetnek. Food truckok, hot dog, és akkor nézzünk körbe a csarnokba is, hogy mik vannak kiállítva. Itt állnak a... Szia-szia! Itt állnak a trolibuszok. 311-es. Solaris. Itt megállt az idő egy kicsit. Különböző gépek, ki van nyitva a hátulja, itt a technika. Van itt busz is, láthatjátok, konnektor. Van bolt is, lehet vásárolni modelleket. A 12-es Solaris. És úgy látom, hogy nem is egy darab munkagép lesz, hanem kettő. Csinálnak még egyet, az van ott fölemelve. Különböző alkatrészek, hajtásláncok, busz, illetve troli.
készül a második. Itt egy ilyen metszett hajtáslánc. Szia! Solaris felemelve, midi. Vannak különböző generációs jelző tesztfuttatások. Itt a 711-es Volvo. Erre is el lehet menni. Nézzünk el erre is. 712 még hagyományos festésű. Új generációs festés. Raktár. Itt egy 260-as is, most nézem. És itt van Meag Szabinak a gyönyörűséges kis kiállítása is. Meag Szabinak a gyönyörű gyűjteménye. Egy 87-ben és egy a 72-ben. Nézzétek meg, hogy megcsinálta a 435 T-t is. Ott a mentőautó is, kukásautó, rendőrautó, BKK-s autó. És a trolibuszt is megcsinálta a csuklósat. És a rengeteg sok szerkocsi. Nagyon jól néz ki ez a telep. Gyönyörű. És itt vannak a 1A72-es. Ez vegyes, mert van ami 1A87, itt a lenti rész. Sőt, ez 1A87. Ez a vitrin még. Meg van ilyen TT méretű is. Gyönyörűek. Csak tükröződik. És itt vannak a 1A72-es méretű egyedi modellek, mert ilyet a De Augustinise is az Atlas-e adott ki, hogy 435 T. A 280 T-t az kiadta az Atlas. Gyönyörű oktató. És ott egy 435-ös. Na hát ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tetszett. Tartsatok velem a következő videóban. Tudjátok, hogyha érdekelnek képanyagok a videós témákról, akkor a Herle Fanatik Facebook csoportban tudjátok megnézni. Jó kérdetek, sziasztok! Találkozunk a következő videóban. És a Szabi modelljeivel búcsúznék. Három vitrin töltött meg, és ennél sokkal-sokkal több gyönyörűséges modellje van amúgy a Szabi barátomnak.